Újabb zavarok vannak az uniós vakcina szállítással. Egyelőre kiesett az egydózisos Janssen oltóanyag, emiatt a kormány számításai szerint 500 000-val kevesebb adagra számíthat Magyarország. Gulyás Gergely azt mondta, hogy próbálják pótolni, és hogyha sikerül, akkor május végéig mindenkit be lehet oltani, aki regisztrált. Ma reggelig 3 090 000-en kapták meg az első oltást. Tegnap óta tudjuk, hogy 3,5 millió a következő cél. 60 év felett 10-ből 9-en már megkapták azok közül, akik kérték, a 18 és 59 közötti korosztályban nagyjából minden második jelentkező van túl az első oltáson. Ezzel az autóval érkezett az újabb vakcina szállítmány a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatalba. A dobozok összesen 800 ember beoltására elegendő, AstraZeneca típusú vakcinát tartalmaztak. Az oltóanyagot a házi orvosi rendelőkbe vitték tovább. Melyik farját szúrjuk meg? Például ide, a Sári Sápi rendelőbe is hoztak egy adagot belőle. Az biztos, hogy hamar el fog fogyni, hiszen nagyon jól haladnak az oltással. Ráadásul egyre több a fiatal, aki védettséget szeretne. Már nagyon régóta vagyunk online oktatásban az iskolában, és hogy haladjunk, és hogy már végre visszamehessünk, mert mondjuk én már nem fogok visszamenni, mert most vagyok végzős, de azért a fiatalabbaknak legalább meg lesz ez a lehetőség, hogy visszamenjenek most idén, vagy ősszel már mindenképpen. Szép lazán engedje le. Ez pedig már Sopron, ebbe a rendelőbe is szinte megszakítás nélkül érkeznek az oltásra. A házi orvos abban bízik, hogy a lendület a következő hetekben is kitart. Az én praxisomban jelentősen nőtt az oltási kedv. Remélem ez a tendencia tartós marad, és gyorsaságában nőni fog. Hiszen ha ez a tempó így marad, akkor július közepére, június végére át lesz oltva a praxisom 80%-a. Bármely regisztráltnál csöröghet a telefon, amely az oltásra hív. A regisztrált idősek már több mint 90%-a megkapta a koronavírus elleni védőoltást. Erről beszélt a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs tájékoztatóján. Galgóczi Ágnes leszögezte, mindenki, aki jelentkezett, meg fogja kapni a vakcinát. A regisztrált aktív korúak, tehát a 18-59 éves korosztály közöttiek közel fele már be van oltva. A fiatalokat is arra biztatom, hogy regisztráljanak, hiszen az ő védelmük is nagyon fontos a közösségi védelem kialakításában. A várandósok is jelezzék oltási igényüket a házi orvosnál, és a házi orvos tudja őket oltópontra irányítani a védőoltás beadása érdekében. Akkor a balkarról. És a legfrissebb számok is azt bizonyítják, hogy jól halad az oltási program Magyarországon. Mutatjuk az adatokat, a beoltottak száma itthon már a 3 100 000-hez közelít, és nagyon sokan, 1 325 000-nél is többen vannak azok, akik már megkapták a második adagot is. Ezzel pedig továbbra is az előkelő második helyen állunk az Európai Uniós ranglistán. Az elmúlt héten Magyarország oltott a leggyorsabban az Európai Unióban. A járvány legyőzésének nincs más eszköze, mint az oltás. Erről beszélte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, bár a brüsszeli beszerzésből most 500 000 adag oltóanyag esett ki, mindent megtesznek azért, hogy május végére minden regisztrált megkapja az oltást. A kormány célja, hogy a lehető legtöbben oltassák be magukat. Ismerjük a virológusok véleményét, akik azt mondják, hogy 60% fölötti védettségnél érhetjük el a társadalmi immunitást, ez több mint 6 millió embert jelent. Tehát továbbra is úgy látjuk, hogy ha sikerül a kieső Janssen vakcinákat pótolni, akkor mindenkit be tudunk oltani május végéig. Közben 10 000 alá csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, közülük pedig több mint 1100-an vannak lélegeztetőgépen. A járványügyi adatokból kiolvasható az is, hogy egy nap alatt mintegy 5300 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt több mint 250, főként idős, krónikus beteg.